Aláírták a 3-as metró északi szárnyának felújításáról szóló vállalkozói szerződéseket. Az állomásokat egy az alagútrész 3 év múlva kell átadni a fővárosnak. A felújítási munkálatok idején pótlóbuszok szállítják majd az utasokat, ez azonban újabb sofőröket kell alkalmaznia a vállalatnak. Vendégünk Bolla Tibor, a BKV ZRT elnök vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Picit visszatekinthetünk időben, a kockaügyre gondolok, hogy van abban bármiféle előrelépés? Történt valami? Jó reggelt kívánok! A kockaügyben rendőrségi vizsgát folyik, tehát azt tudom elmondani, hogy folyik egy vizsgálat, és a rendőrségi vizsgát végén fogjuk majd nyilvánosságra, hogy mi vagy a rendőrség ennek az eredményét. Köszönöm szépen. Akkor beszéljük a felújítástól. A napokban kezdődik, és hát ez nem lesz egy egyszerű időszak, ugye a következő 3 év. Hogy tervezik az ütemezését a felújításnak? Hát 4 tendert írt ki a BKV ZRT, 2-t másodszorra is eredménytelni kell nyilvánítani a nagy ár miatt, viszont 2 az északi szakaszállomásainak a tendere és az alagúti munkák tendere a sikeres volt. Ezekre tegnap aláírtuk a szerződést és megkezdődnek a munkálatok. A kezdeti időkben, tehát szeptember és októberben még nem lesz metró lezárás, de a munkálatok folyni fognak olyan helyeken és olyan szakaszokban, amit a utazóközönség nem vesz észre vagy nem lát, és október végétől várható, hogy az északi szakasz állomásai le lesznek zárva, és itt pótlóbuszok fognak közlekedni. Az északi szakasz állomásait az egészen a Újpesttől a Lehel térig értjük, tehát a Dózsa-György úti állomáson még folynak munkálatok, és Lehel télen lehet majd felszállni ismét a metróra. Ez a felújítási munka, ez járhat azzal, hogy kénytelenek lesznek elbocsátani metróvezetőket, metródolgozókat? Nem, természetesen készültünk a felújításra, tehát nem teszünk olyat, hogy metróvezetőket elbocsájtunk, majd 2 év múlva visszavesszük, vagy 1 év múlva, mindenkinek munkalehetőséget biztosítunk. Ez egy program a BKV ZRT-nél, tehát egyetlen egy metróvezető sem, vagy egyetlen egy dolgozó sem fogja elveszíteni a munkáját a felújítás miatt, sőt, inkább most is veszünk fel munkaerőt. Mindenképpen szükség lesz rá, hogy a szavaiból kiveszem, mert hogy a buszok pótolják majd a metrót. Mennyi buszsofőrre lesz szükségük? Hát 2100 buszsofőr van nagyjából most a BKV ZRT-nél, és a metrópótlást mi ezzel a buszsofőr állománnyal el tudjuk kezdeni, de az elmúlt időszakban jelentkező munkaerőhiány elérte a BKV ZRT-t is, tehát több buszsofőr távozott az elmúlt időszakban, mint amíg érkezett a társasághoz, tehát ezt a természetes fogyást meg kellett állítani. Ez egyébként programokkal, toborzásokkal most úgy néz ki, hogy megállt, tehát jelen pillanatban már nem távozik több buszsofőr a BKV ZRT-től, mint érkezik, és reményeink szerint most ez meg is fordul ez a trend, és sikerül újabb buszsofőröket felvenni. Ez nem csak a metrópótlás miatt van, hanem globálisan a természetes fluktuáció miatt mi folyamatosan veszünk fel buszsofőröket. Egy buszsofőri életpálya az milyen egzisztenciális lehetőségeket kínál? Tehát például egy kezdő buszsofőr mennyit tud keresni a BKV-nál jelenleg? Hát egy kezdő buszsofőr nettót 200.000 forintot meg fog tudni keresni, és ahogy nyilvánvalóan tapasztalatot szerez, és amilyen járművön fog járni, ez a fizetés növekedhet. Ez, ugye vannak sok pótlék van a BKV ZRT-nek, tehát nem mindegy, hogy valaki éjszaka vagy nappal vezet, az sem mindegy, hogy csuklós buszt vezet vagy szólóbuszt vezet, ez mind pótlékokkal jár, de 200.000 forint nettó fizetéstől fölfelé mennek a fizetések. Természetesen egy kiképzést is a BKV ezekkel a sofőrökkel, az új sofőrökkel elvégzett, tehát ha valakinek nincs megfelelő jogosítványa, akár egy szerződés keretében a BKV ebben is segít, hogy megszerezze a jogosítványt, megszerezze, kiképzi a BKV őket és a sofőröket, és ezután tudnak nyilvánvalóan buszt vezetni. Mire vonatkozik pontosan ez a felújítás, illetve a felújítási munkálatok, tehát hogy képzeljük majd el a felújított 3-as metrónak ezt a szakaszát? Gyakorlatilag mindenre kiterjedt, tehát most, amire szerződést írtunk, az északi szakasznak az állomásai, tehát azok az utasterek és mozgólépcsők is beleértve, amik a utazóközönség használ, illetve az alagútra írtunk alá szerződést. Az alagút, amiben ugye fut a metró, itt az utazóközönség nem nagyon látja, csak az ablakból elsuhan éppen. Ez a nagyobb tender éppen, egyébként, és a nagyobb munka is jelen pillanatban. Itt a teljes sínhálózat, vagy éppen a
vízbeszivárgások megszüntetése, vagy az aljazatbeton felújítása, tehát itt egy komplex, teljes felújítás lesz, mintha újjáépítenék ezt a hármas metrót. Hogy látja, a három év az elegendő lesz, tehát a tervek szerint tudják tartani majd ezt az intervallumot? Természetesen szigorú határidők vannak a szerződésben, kötbérterhes határidők, tehát ezt a három éves intervallumot tartani kell, de ez nem azt jelenti, hogy minden szakaszt ennyi ideig újítunk föl. Ugye az északi szakasz állomásai az bő egy év múlva átadásra kerülnek, tehát reményeink szerint jövő év novemberében befejeződik az északi szakasz állomásainak a felújítása. Ha már volt olyan kedves, hogy befáradt, azért beszéljük egy picit még az orosz féllel való kapcsolatról, hogy áll ez az ügy? Az orosz fél nagyon sok mérnököt és szakembert küldött ide, itt több munkatársa van, úgy vesszük észre, hogy javult az együttműködés, azok a szerelvények, amik ide érkeztek, most már megbízhatóan tudnak közlekedni. Természetesen a kötbérigényünkről nem mondtunk le, tehát több mint 2 milliárd forint kötbérigényünk van az orosz féllel kapcsolatosan. Ez rendelkezésre állás és késedelemből adódóan. Ők hogy viszonyulnak most ehhez? Ebben folyik az egyeztetés, tehát nyilvánvalóan megkifogásolták, próbálja kimenteni a kötbérek alól az orosz fél magát, ehhez egyébként joga van, legvésső esetben a bíróság fog dönteni, hogy melyik félnek van igaza, de ettől függetlenül az együttműködés folytatódik, tehát a szerződés él, és további metrófelújítási szerelvényeket fogunk majd átadni az orosz félnek. A kötbérnek a nagyságát befolyásolhatja esetleges, és ne történjen ilyen esetleges további meghibásodás? Vagy a kötbér ennyi, és ez előtárgyalnak folyamatosan? Nem, ez a kötbér folyamatosan növekedhet, és növekedik is. Kettő nagy része van. Egyrészt azt, hogyha meghibásodnak szerelvények, és ki kell állítani a forgalomból, ez mind-mind kötbér, tehát növekedik tovább. Illetve csúszásban a projekt, és késedelmi kötbér is folyamatosan kiterhelése kerül az orosz félre. Jelen pillanatban van még esély, hogy jövő nyárra, mint az eredeti határidőre befejezze az orosz fél. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.